a Hajdúnánási MotoGP pályaépítésről írtam, és volt egy képviselőtestületi ülés, ahol végre megemlítették a cikkemet. Jót nevettem, amikor azt javasolták, hogy miért nem inkább Brüsszel gazdetteiről írok cikket, de aztán elszállt a jókedvem, amikor a polgármester kifejtette, hogy az ellenzéki képviselőnő biztos csak azért elégedetlenkedik, mert menstruál. Most úgy tűnik, hogy a pályaépítésből sem lesz semmi, gondolom azért, mert a kormány is nehéz napokat él át. Az egyik kollégámmal bemutattuk, hogy kik állnak a nagyobb magyar álhíroldalak mögött. Egy összeesküvés elméletes oldalt vizsgálva elmerültem az UFO-k, a háttérhatalom és az orosz propaganda világában. A Butha néven jegyzett cikkek mögött kiderült, hogy egy nyíregyházi tanár áll, aki közel 20 oldalas kisregényben válaszolt nekünk, sőt, barátkozni is szeretett volna. Felajánlotta, hogy nekem, mint magánembernek szívesen kifejti a nézeteit, még ennél is részletesebben, de végül inkább csak feljelentett bennünket. A választásokra jelölt böngésző térképpel is készültünk. Én gyűjtöttem ki az összes induló Facebook és Wikipedia oldalát, valamint a fotóikat is. Azért a 200. politikusnál kezdett megdőlni a hitem a demokráciában, de úgy tűnik, hogy nem csak én zavarodtam össze, hanem a Facebook algoritmusa is, ugyanis nem tudta eldönteni, hogy a kormánypárt, az ellenzék vagy Gődény György vitaminpártjának a hirdetéseit dobálja fel nekem sűrűbben.